Itt vagyok, üdvözöllek, szeretettel benneteket, és nézzük meg, hogy ma ige hirdetés miről szól, jó? Na nézzük. A kereszt jelentősége, 5. rész. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Galata 2:20. Nézzük meg. A kereszt legyen elengedhetetlen része mindennapi életednek. Miért? Mert három engesztelhetetlen ellenséggel kell megvívnod minden nap. Tehát mert három engesztelhetetlen ellenséggel kell megvívnod minden nap. A bűnnel, a sátánnal, és önmagaddal. Ez így van. Hogyan tudsz győzni, ha megfeszített életet élsz? Pál írja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Galata 2:20. Azt mondod, túl nehéz keresztény életet élni? Nem, nem nehéz, hanem lehetetlen. Az egyetlen mód, ha engeded, hogy Krisztus ereje és személye éljen általad. Ezért írta Pál, nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára, Galata 6:14. Miután éveket töltött egy szovjet munkatáborban, Alexander Solzhenitsyn, ez most egy orosz név. Fura neve volt, picikét. Olyan mély depresszióba esett, hogy meg akart halni. Letette a lapátot, és leült egy padra. Tudva, hogy bármelyik percben arra jöhet egy őr, és agyonverheti azzal a lapáttal. Ekkor egy rab társa egy bottal a kereszt jelét karcolta a porba. Solzhenitsyn lába előtt, miközben a keresztet nézte, egész szemléletmódja megváltozott. Felismerve, hogy a kereszt jelképezi a világ mindenségben a legnagyobb erőt, lassan felállt, felvette a lapátját és visszament dolgozni, a kereszt jele alatt. Neked is ezt kell tenned. Minden nap emlékeztesd magad arra,
Jézus meghalt értem. Én is meghaltam vele együtt. Ha meghalok önmagam számáról, ő fog élni bennem. Ha ő él bennem, képes leszek érte élni. Szép, igaz. Ez a győzelmes keresztjén élettitkom. Igen, nagyon bátorító, biztató ez a, volt ez az üzenet is, igen. Jó volt ez is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, meghallgattatok. És hát jó lenne minél több ember egy pici időt szánnom, hogy meghallgassa vagy elolvassa ezt az ige hirdetést, vagy a mai ige oldaláról, vagy hallgatva engemet akár. Jó lenne szerintem, hogyha mindenki, minden ember legalább 5 percet szánna erre. Hát igen, én meg látjátok, álmosan fáradtan is 5 percet szánok erre. És nem azért csinálom, hogy most, hogy engem azért megfizet valaki, vagy ilyesmi. Persze megfizet a Jóisten természetesen. De nem kérek jutalmat értem senkitől. Jóisten persze megjutalmazza nekem, de emberektől nem. Legalábbis. Én őrvendekre tudok segíteni az embereken, és azt teszem, mert úgy érzem, hogy lehet, hogy kötelességem tenni, vagyis hát persze nem vagyok köteles, beolvasni, de nekem is jobb lesz az életem által, hogyha olvasom ezeket, meg hogyha ti hallgatjátok, az is nagyon jó. Ad az életünknek egy olyan védelmet, a védelmet is. Tehát felvilágosít bizonyos dolgokra, és valahogy másképp látja az ember az életet, hogyha meghallgatja ezeket nap, mint nap szerintem, vagy elolvassa. Valahogy úgy megváltozik az embernek az élete, és úgy erőt ad, sok erőt ad, és reményt ad, védelmet is nyújt, és sok jó mindent ad, szerintem, tehát veszíteni van olyan, nincs az embernek, tehát most ne sajnálja senki azt a pár percet, egy 5 percet, tehát ez csodákra képes, ez az 5 perc. Igen. Na jó, van akkor minden jót, és hónap akkor találkozunk. Szép álmokat, elnézést, egy kicsit fáradtan olvastam be, de ebben az órában mindig álmoska vagyok, fáradt. Megpróbálom egy picit előbb lehúzni, hogy tudom, már mióta próbálgatom, hogy hozzam előbbre, hogy ne ilyen későn olvassam be nektek, de reménykedünk, hogy eljön ennek az ideje is, hogy hamarabb tudjam nektek kicsit beolvasni. Persze másnap úgyis meghallgatható, nem probléma, csak na, lefekvés előtt azért jó hallgatni egy friss ige hirdetést, nem? Szerintem is. Tudom ugye, hogy nálunk most már éjfél elmúlt, Magyarországon még nincs. Ott még kicsit fiatalabb az idő. Általában az emberek már ilyenkor ugye alszanak, vagy kéne aludjanak. Tehát nem úgy hallgassák ilyenkor. Hát jó, persze van, aki hallgatja abba az órába is, de
Meg reggel is megkapjátok. Így van. Meg lehet kapni. Nagyon szép álmokat, minden jót.